Jelen pillanatban 115 hektáron gazdálkodunk szőlőültetvényeinken. Ezek között van keskenysoros, ami közel 7000 tőke hektáronként, illetve van szélessoros ültetvényünk is, ami 3000 tőke hektáronként. Növényvédelmi szempontból a keskenysor távolságú ültetvényeinknél nagy kihívást jelent az, hogy a talajnak a tápanyagtartalmától függően esetenként nagy a zöld tömeg, és ez a növényvédelmi tevékenységben problémát okozhat akár még egy normál évjáratban is, különösen érvényes ez az esős csapadékosabb évjáratokban. A növényvédelmet pillanatnyilag integrált növényvédelem formájában oldjuk meg. Ez annyit jelent, hogy meghatározott növényvédőszereket, illetve hatóanyagtartalmú növényvédőszereket alkalmazunk csak. Ez a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően, illetve az Európai Uniós szabályoknak megfelelően dől el. Ebben nagy segítségünkre van a növényorvos a szaktanácsadása, akivel közösen napi rendszerességgel a szezon alatt tartjuk a kapcsolatot, és folyamatosan figyelemmel követjük a helyi meteorológiai állomásoknak a különböző adatait, amik növényvédelmi szempontból fontosak, levélborítottság, csapadékmennyiség, napfényes órák száma és az egyéb időjárási tényezők. Emellett pedig heti minimum két alkalommal személyesen is ketten a növényorvos kollégával körbejárjuk az ültetvényeket, és megvizsgáljuk, hogy a kihelyezett rovarcsapdáknak a fogásszáma hogyan alakul, illetve a kórokozóknak a tüneteinek a megjelenését figyelemmel kísérjük. Ennek köszönhetően, hála jó Istennek, úgy alakulnak a dolgaink, hogy legtöbb alkalommal sikerül úgymond preventív, tehát megelőző céllal kijuttatni a növényvédőszereket, és így a kijuttatandó szer mennyiségét a minimálisra tudjuk csökkenteni. Egész ökológiai gazdálkodásban nagy hangsúlyt fektetünk a zöld munkákra, illetve a talajművelésre, tehát itt főleg a gyomszabályozásra, a kaszálásra gondolok. Egyéb rovarkártevők, illetve az atkákat említeném meg. Ragadozó atkák kerültek korábban kitelepítésre az ültetvényekbe. Atka problémánk sincsen, illetve azt mondom, hogy gazdasági kárt nem okoznak. A súlyosabb, ami súlyosabb kártétet szokott okozni a levélatka, az meglepő módon nagyon minimális az ültetvényeinkben. A szőlő gubacsatka ezekben az ültetvényekben szokott némi kárt tenni, de nem jelentős. Még annyit, ha így rákérdezett a növényvédelmi technológiára, ugye említettem a rezet és a ként, emellett növénykondicionáló, biostimuláló lomtrágyák vannak, van a kálium hidrogén karbonát, hatóanyagú készítmény, az mind lisztharmat, mind szürkepenész ellen védelmet nyújt, és valamit még nem mondtam, ami nagyon fontos, és érinti a kártevők elleni védekezés, ez pedig az olaj készítmények. Narancsolaj, illetve az utóbbi években, tavaly próbáltunk ki repceolaj származékot, azért, mert a narancsolajjal azért nagyon vigyázni kell, mert ha magas a hőmérséklet, illetve az UV-sugárzás, ugye kénnel együtt perzselést okozhat. Azt tapasztaltuk, hogy ez a repceolajnál nem olyan mértékű a perzselés, tehát nálunk 25-26, maximum 27 foknál már le kell állítanunk a permetezést, ezért korán kezdünk. Egyszerre 6 traktorra permetezünk, tehát ezt a 80 hektárt 3 nap alatt le tudjuk permetezni. Összehasonlítva a konvencionális technológiával, az idei évben 9-szer permeteztünk a lemosó permetezéssel együtt. A 10. permetezés az csak az oportó tábláknál volt, egy ragadozó gombával, ami pítium nemzetség, tehát egy pítium fajt tartalmaz, botrytis ellen, de végül is, mikor lepermeteztük preventív jelleggel, mert ugye úgy ajánlották a technológiát, azután jött be ez a száraz időszak, tehát tulajdonképpen nem lett volna szükség a védekezésre, de ezt előre nem lehetett tudni. Ugyanis ez a pítium, ahogy ajánlják a technológiába, a peronoszporán is egy kicsit megél, és az ugye a hónajatásokon azért az idei évben ott volt, és azért jutattuk ki a készítményt, hogy a peronoszporán akkor úgymond kicsit szaporodjon föl, és hogyha a botrytis jönne, akkor már ki tudja fejteni a hatását.